Szeptember 5-én Domonyi László polgármester nyitotta meg a rendezvényt. A megnyitón Kiskörösváros fúvószenekara és Mazsorett csoportja szórakoztatta a közönséget. Ismét elmondható, hogy a szervezők minden korosztályra gondoltak. A két nap délelőtti gyermekprogramjai nagy népszerűségnek örventek. A Langalita garabonciások, a ringató foglalkozás, a Csiribiri babatorna és a Réparetek magyaró duó interaktív gyermekműsora alatt apróságokkal telt meg a főtér. Mindenkinek szól ez a produkció, hiszen gyerekeknek, felnőtteknek is élvezhető a műsorunk. Hát a kicsiknek a kis bölcsödésektől, az óvodásokon, a kisiskolásokon keresztül ez a műsor élvezhető, illetve a szülőknek is, mert igyekszünk becsalogatni őket egy-egy dalba, hogy a gyerekeknek is élmény legyen, hogy a szüleikkel együtt táncolnak és játszanak. A képzőművészetet kedvelők is megtalálták a számukra kedves programokat a kínálatban. Ifjabb Kunhegyesi Ferenc, Körösi Tamás, valamint az Árszakra grafikai tárlat megnyitóját is nagy érdeklődés kísérte. Egyedülálló, tehát ő tényleg ő az, akit nem lehet ismételni, se előtte, se utána, olyan, amit mondtam is, mint egy új lenyomat. Igen, tehát ő nem tagadja meg saját magát. Új lenyomatot hagy, és azt nem lehet másolni. Ez neki nagy előnye. Az idősebbek a folklórgálára látogattak ki a főtérre. A szülők a fellépő gyerekeikért izgulhattak a nagy színpad előtt. A fiatalok koncerteken, táncházban és diszkóban töltették a két napot. A Bor utcában minden korosztály találhatott finom kiskörösi borokat. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó évjárat volt mögöttünk, vagy mellettünk, vagy amiben vagyunk éppen. Azt mondtam, hogy augusztus időjárásán nagyon sok fog függni, szeptember időjárásán nagyon sok fog függni. Most nagyon jó augusztus áll mögöttünk, rendkívül jó, hát kíván is lehetett volna jobbat. Vasárnap a Szüreti Mulatság fináléjaként a Szilveszter Társulat a Család ellen nincs orvosság című darabját mutatta be.